Sziasztok! Pécsi középiskolásként és a Kiha egyik aktivistájaként szólalok itt fel. Egy olyan tüntetésen, ami már nem a köz- és felsőoktatásról, nem az egyetemünk és a városunk jövőjéről szól, hanem annál sokkal többről, a demokrácia jövőjéről, Magyarország sorsáról. Tizenhét éves fejjel, amikor azt a szót hallott demokrácia, rögtön egy tökéletes rendszer képjelenik meg előtted. Egy rendszer, ahol minden a közjóért történik, ahol az embereknek jogaik, lehetőségeik vannak arra, hogy jövőjüket formálják, ahol béke van és együttműködés. Ezt tanultuk az iskolában. De mi történik akkor, amikor kinyitjuk a szemünket, és kicsit messzebb akarunk látni az iskolapadnál? Mi történt az elmúlt hónapokban? A diákok az elhibázott oktatáspolitikai rendelkezések miatt utcára vonultak, és spontán tüntetéseik az eddig hallott legőszintébb hangot ütötték meg. Fantasztikus érzés volt átélni, hogy végre komolyan megjelent az igény az emberekben, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. Hittünk abban, hogy akár utólag megvalósulhat az elmaradt társadalmi egyeztetés, és talán mi mulasztottunk el valamit, hogy ennyire figyelmen kívül hagyták az érdekeinket. Fórumokat tartottunk, igyekeztünk válaszokat keresni a felmerülő kérdésekre, megfogalmaztuk álláspontunkat. Azt hittük, a kormány megfontolja döntéseit, azt hittük, tárgyalni fognak. Most már látjuk, naívak voltunk. Végül nem a tárgyalóasztalnál feszültek egymásnak az érvek és az ellenérvek, sőt, úgy tűnik, azok senkit sem érdekeltek. Rövidesen, egészen más fronton kellett kiállnunk magunkért, amit kaptunk, teljesen váratlanul ért. Mintha háborúba indultunk volna, ellenségként kezeltek minket. Olyan taktikákat használtak ellenünk, amelyek a megosztásunkról szóltak. A látszattárgyalások, ködös ígéretek eközben csupán időhúzásnak bizonyultak, miközben gőzelőre kapcsolt a kormány lejárató propagandája és megosztó politikája. Szomorú, hogy ma Magyarországon sokan még elgondolni is képtelnek, hogy léteznek dolgok a pártok és a hozzájuk kötődő média által szított megosztottságon túl. El sem tudják képzelni, hogy vannak, sőt egyre többen vannak, akiket már egyik oldal sem képes megvezetni. Erre a szűklátókörűségre épített a kormány. Most pedig olyan lépésre szánták el magukat, amit nyugodtan nevezhetünk végső csapásnak, az erőből politizálás szégyenteljes példájának, ebben a csak általuk képviselt háborúban. Olyan eszközhöz nyúlnak, ami egy normális demokráciában elképzelhetetlen. A társadalmi felháborodásra válaszként alaptörvénymódosításra szánták el magukat, hogy a tárgyalások kritikus részei értelmetlenné váljanak, és sarokba szorítsák a tiltakozókat. Ha most megszavazzák az alaptörvény negyedik módosítását is, sem a röghözkötés, sem az egyetemek autonómiájának megszüntetése ellen nem érvelhetünk anélkül, hogy ne az országunk jogrendjének alapját kritizálnánk. Így ma talán utoljára beszéltek arról megkötések nélkül, hogy miért is tiltakozunk a hallgatói szerződés ellen. A szerződéssel kapcsolatban az egyik legszembeszögőbb ellentmondás az egyoldalúság. A kormány feltételt szab és korlátoz, ugyanakkor cserébe nem biztosít semmit, mert a puszta igyekezet, hogy munkalehetőségeket teremtsen, nem kötelezettségvállalás. Mi több, reméljük, ez az igyekezet részükről nem újdonság. A képzés költségeinek biztosítása helyett pedig a forráskivonások miatt már szinte csak csökkentett szolgáltatásról beszélhetünk, nem felsőoktatásról. A kormány a hallgatói szerződés kapcsán nagy kedvel hivatkozik a szubjektív, például morális szempontokra. Leginkább azért, mert nincs is hagyománya az észérvek hangoztatásának, hiszen azok nehezen beláthatók. Az ember érzéseire, hitére könnyű hatni. Ez a történet valójában nem másról szól, mint költségcsökkentésről. Olyan feltételek kell, amelyek során a felsőoktatásban és a középoktatásban egyaránt sorból az esélyegyenlőség,
felerősödnek a meglévő szociális különbségek, a jómódúak versenyelőhöz jutnak, a szegények pedig jogfosztottá és kiszolgáltatottá válnak. Romlik a minőség, ami pedig hiányzik ahhoz, hogy a rendszer egyáltalán működőképes maradjon, azt a szülőkkel, hallgatókkal fizettetik meg, hitelből, adóból, a képzés visszafizetéséből, teljesen mindegy miből. Miért ilyen átgondolatlanul történik mindez? Miért bánik a kormány ennyire mostanában az oktatással? Miért nem mer őszinte tárgyalásokat kezdeni és egy hatékony, az állampolgárok és az ország számára is hosszú távon megtérülő reformot kidolgozni? Miért nem bízik meg a polgáraiban? Hogy a semmibevétel, a degradálás, a hazugságok és az ellenségképzés áldozataként most miként látom a demokráciát? Nem tudom, elértük-e valaha egyáltalán. Demokrácia az, ahol a képviseletemmel megbízott szervek megszólíthatatlanok, tehetetlenek. Ahol a központi kormányzat elszigetelten, magába zárkózva igyekszik döntéseket hozni. Nem kéri ki az érintettek véleményét, nem foglalkozik a szakmai érvekkel, és önhitten azt gondolja, bármit megtehet. Ahol nekem kell elkezdeni erkölcsöt tanulni az iskolában, miközben álszentséget és hazugságot, megbélyegzést, kirekesztést, hitbéli vitákkal irányult pártpolitizálást és hatalomélységet tapasztalok a közéletben. Képviselőink vannak, akiket nem érdekel, kit és mit kellene képviselniük. Honatyák, honatyák, akiktől távol áll a gondoskodás, az odafigyelés. Bizonyos dolgokat most kikényszeríthetünk tőlük, de a mi feladatunk lesz ráébreszteni őket arra, hogy elkényelmesedtek, hogy úgy mondjam, elszakadtak a valóságtól. Mégpedig azzal, hogy tudatos állampolgárokká válunk. Ők majd változnak, amikor mi változunk. Köszönöm a figyelmet! És most hallgassuk meg a civilek üzenetét!